Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amelyben visszatekintünk az 1990-es önkormányzati választásokra. Az országgyűlés 1990-ben fogadta el a helyi önkormányzatokról szóló 65-ös törvényt, amely tartalmában követte az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit, amelyben elismerik és védik a helyek közösségek önkormányzatisághoz való jogát. Ezt követően 1990-ben, június 27-én Göncz Árpád köztársaság elnök tűzte ki a parlamenti pártokkal folytatott konzultációk után a választás pontos időpontját, amely szeptember 30-a, illetve október 14-e volt. Erről fogunk beszélgetni mai vendégeim. Természetesen újra itt vannak velünk Horváth Istvánné, SZDSZ Fidesz, illetve listán a Fidesz képviseletében pedig dr. Cserpakovics Ferenc. Tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy itt vannak velünk. Ez egy kortörténeti pillanat, erről nagyon sokat beszéltünk már, hiszen 1949-ben volt az utolsó szabad választás. Viszont nagyon fontos, hogy Önök visszaemlékeznek arra, hogy milyen előzményei voltak, hiszen ahhoz, hogy valakit felkérjenek, hogy legyen önkormányzati képviselő, azt hiszem az első szabad választásokon, illetve jelölt először, ahhoz kellett, hogy legyen olyan előélet, ami ezt lehetővé tette. Hát igen, én ezt szeretném mondani, hogy 90 évet megelőzően én tanácstag voltam itt Maroshegyen. Maroshegyi születésű vagyok, sokan ismertek, és én akkor már láttam, hogy Maroshegyen milyen gondok vannak. Egy elhanyagolt városrész volt, és nagyon sokat küszködtünk közművel, utakkal, és én szerettem volna ebbe segítségre lenni, és tanácstagként is, amit lehetett már, próbáltam intézni, és nagyon örültem, és megtisztelő volt, hogy 90-ben a választáson sikerült nyernem, és tudtam továbbra is segíteni a városrésznek, úgy, mint a városnak a munkámmal. És Maroshegyet, erről fogunk beszélgetni. Cserpakovics Ferenc jogtanácsosként találtak Önre, mégpedig a Fidesz. Egy olyan párt, ami akkor valóságosan a fiatal demokratákat gyűjtötte össze. Hát igen, ha kort nézzük, akkor én már ott bőven az idősebb korosztályt képviseltem. Valójában azért szerkesztőről vissza kell nyúlni legalább 2 évet, amikor beindult a demokratikus pártok megjelenése a közéletbe Magyarországon, és mi, a családunk elsődlegesen a legkisebb fiunk révén, aki akkor 15 éves volt, az András, a Fiatal Demokraták Szövetségének a tevékenységét kezdtük figyelni, és ez szimpatikus volt számunkra. A Nagy Imre féle temetésen pedig az Orbán Viktor beszéde adta meg azt a lökést, hogy elhatároztuk, hogy amennyiben lesznek demokratikus választások, akkor mi majd a Fiatal Demokraták Szövetségének képviselőjére fogunk voksolni. Na, ez meg is történt 90 tavaszán, és ehhez képest én, mint a város polgára, nagyon odafigyeltem, hogy mit csinál a képviselő. Ez is szimpatikus volt, és amikor megkerestek listára való felajánlással, akkor rövid gondolkodás után a családdal megbeszélve vállalkoztam erre a feladatra. Noha korábban a közéletben ilyen tevékenységem vagy tapasztalatom azért nem volt, ezt be kell vallani, de mondták, hogy mint jogtanácsos az emberekkel való foglalkozás, foglalatosság az mindenképpen egy fontos tapasztalatot, előéletet jelent. Rábólintottam, és listára így kerültem fel. 1998 már hozott sikert, illetve 1988, bocsánat, Székesfehérvár számára, hiszen a Szent István ünnepségeken bebizonyosodott, hogy a királyi város igenis tud királyi város lenni, és ezt még a tanácsrendszernek köszönhetjük. Majd 1988-ban ugye szintén megyei jogú város lett Székesfehérvár, ami szintén egy nagy lépcső volt. Viszont azt tudomásul kellett vennünk, hogy egy ilyen város Dunai város árnyékában élt addig nagy, méghozzá nem kicsit, mondhatjuk, hiszen én is megéltem, illetve az én korosztályom is ezt.
Mi volt az elsődleges feladata? Hiszen ön úgy fogalmazott a választások után, engedje meg, hogy idézzem, választókörzetem Maroshegy, több programot dolgoztam ki közvetlen környezetem és az egész várost érintően, remélem, hogy elképzeléseimet sikerül megvalósítanom, vagy legalábbis egy részét. Melyek voltak az alapvetések, amelynek mentén, ha úgy tetszik, harcba indult a választók kegyeiért? Hát harcba indultam a közművekért, mert hát és volt olyan terület, amin még külterület volt, az Oravicai út, a Mezei út, az a környéke, ott a Sárpentellei résznél, és ott már nagyon megindult az építkezés, mert tudva levő, hogy addig, amíg az embereknek volt munkahelyük, tehát volt Ikarusz Videoton, köszörűgépgyár, tehát addig hát megvolt mindenkinek a léte. De ugye, hogy megszűnt az Ikarusz a Videoton, és akkor úgy lassan morzsolódtak föl az emberek, nem volt hol elhelyezkedni, és akkor mindig vonultak kiebb a város szélére, hogy esetleg falvakba vagy valami közelebbi várost megközelíteni, tehát hogy tudjanak létezni. És nem volt semmi, se utunk, se közmű, a világításon kívül nem volt. A ivóvízvezetés, vízvezetéképítés, szennyvíz, gáz, ez mind Maroshegyen nagyon hiányos volt, és ebben nagyon sok munka ment el. Hát addig 2002-ig nagyon sokat ténykedtem ezen a részen. Igyekeztem mindig a lakókkal összefogva, tehát ez azt jelentette, hogy régebben, még a 90-94-es évben kaptunk a várostól egy plakátot, azon rajt volt, hogy mikor lesz fórum, és akkor rakaszkodtuk ki a villanyoszlopokra jobbra-balra, hogy mindenki értesüljön róla. Szoktunk területbejárást csinálni, magyarán azt, hogy kimentünk helyekre, ahol nagy gond volt, hogy nem mindig az embereket mozgassuk, hogy ott mondják el a helyszínen szakemberekkel, hogy tudjunk segíteni a léten. Hát ugye nagyon sokat számított, hogy megépültek ezek a kijevi lakótelepi lakásokat, hogy sikerült visszaszerezni, mert itt is nagyon sok ember kapott lakást, és a munkahelyéhez közelebb került. És most hát ugye, ha visszanézek 90 és most 2020 között, nagyon sokat fejlődött a város, nagyon sokat. Jó, hogy vannak gondjaink, de hát azok mindig lesznek. Tehát olyan, hogy nincs probléma, olyan. Én a saját gyakorlatomból mondom, olyan nem lesz. Igyekszik az ember mindig egy mesdjén menni, hogy mindenkinek próbáljon segíteni. De tökéletes, nem biztos, volt, aki engem se szeretett Maroshegyen, volt, aki meg volt elégedve, de hát a kezemen az új se egyforma, tehát mindenkinek jót az ember nem tud menni, megtenni, de próbál segíteni, tehát, hogy elégedett legyen valaki, ahol lakik, hogy ne bosszankodjon, hanem szeresse ezt a várost, mert van miért szeretni. Én is szeretem, úgyhogy én bízom benne, hogy a továbbra is, akik ezt a munkát végzik, ezt a képviselői munkát, polgármesterrel együtt azon lesznek, hogy az lét mindig jobb legyen ebbe a városba, és én büszke vagyok Székesfehérvárra. Lehet is büszke, innét folytatjuk viszont, akkor egy idézet következik ismét. Az önkormányzattal a képviselőtestületi munkával kapcsolatban az elképzelésem az, hogy úgy kell megváltoztatni a munkát, a munkamódszert, hogy az emberek, az állampolgárok, a város lakossága szívesen és ne szorongva menjen a volt tanácshoz, a majdani hivatalhoz, és ott mindenki számára egy megfelelő ügyintézést nyújtó hivatali szellem alakuljon ki, ha nemleges válaszsal is távoznak, érezzék, hogy ügyükkel emberségesen és szakszerűen foglalkoznak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly misszió volt. Úgy gondoltam akkor, hogy mint listás képviselő, amennyiben majd megválasztanak, elsődlegesen a jogi oldalát tudom az új önkormányzatnak megfelelő módon részben felépíteni, részben pedig olyan szervezeti rendszert felállítani, amely ezt az elvet segíti megvalósítani. Hogy sikerült-e? Hát nyilván ezt egy-két év alatt nem lehetett mondani, hogy sikeres volt, de amikor felállt az új testület, megalakultak a bizottságok, a mi bizottságunk, aminek én lettem az elnöke az ügyrendi jogi igazgatási bizottságnak, egy hatalmas feladatot kapott elsődlegesen, meg kellett alkotni a testület szervezeti és működési szabályzatát.
Valójában a korábbi tanástörvény nagyon aprólékosan megfelelő jogi keretek között szabályozta az egyes testületek, tanástestület, tanástagok, VB, végrehajtóbizottság, elnök, titkárnak a hatáskörét, feladatkörét, de az önkormányzatiság új szempontból kellett, hogy mindezt keretbe foglalja. Ez volt az adott testületnek tulajdonképpen az alapokmánya. Hát bizony ez nem volt egy egyszerű feladat, és azt kell, hogy mondjam, hogy több hónapos munkát követően bizottsági egyeztetések, részben bizonyos társadalmi egyeztetések, szakértői vélemények megismerését követően sikerült összeállítani az SMS-t, ami alapján aztán úgy gondolok vissza a következő évekre, megfelelő módon tudott működni a testület. Hatáskörök, feladatkörök, mindenkinek meglett a pontos feladata, mindenki tudta, és visszaemlékezve a testületi tagokra, a képviselőtársaimra, mindenki nagy megtiszteltetésnek, és azon belül egy nagyon komoly feladatnak tartotta mindezt. Az első években, ha képviselőasszony is visszaemlékszik nyilvánvalóan, volt, amikor még éjfélkor is üléseztünk, bizony nem volt egy egyszerű dolog. Ebbe persze az is benn volt, hogy hát ki lehetett volna írni a testületre a T betűt, a tanulóvezető, mert mindenki úgy tanulta, egy-két képviselőtársam és a polgármester kivételével, akiknek volt tapasztalata. De mindannyian mi a működés közben tanultuk meg igazán a feladatainkat. Őszintén szólva meglepett, hogy az eddigi beszélgetések során is megerősítették az itt járt képviselők, hogy jószerűvel baráti hangulat uralkodott, és tehát nem pártállástól függetlenül természetesen, tehát hogy egy olyan csapat voltatok, igazi vagy voltak, olyan egy közösséget alkotott a képviselőtestület, annak ellenére, hogy azért, ha megnézzük, ugye az első választások szeptember 30-án ugye összesen ketten kaptak abszolút többséget, és utána jött az október 14-e, amikor eldőlt végül is a 32 fős képviselőtestület tagsága. És ugye a Fidesz aratott, mint tudjuk, Hagymási András volt a frakcióvezető, és nagyon sokat beszéltünk róla, hogy nem tudták kitölteni, hiszen 50% felett kapott. Nos, tehát összeállt a képviselőtestület, sikerült megnyerni az ügynek Balsa Istvánt, akinek volt már önkormányzati tapasztalata tanácselnökként, és felállt a képviselőtestület. Hogy képzeljük el így 30 esztendő múltán, hogy milyen volt egy ülés, hiszen arról tetszett beszélni, illetve ön is, hogy hosszú ülések voltak, és tanulópénzt meg kellett fizetni. De valóban olyan volt a viszony baráti, ami akkor még nem nyomta rá a bélyegét, hogy ki melyik párthoz tartozott? Hát igen. Ez tényleg így volt, ahogy a képviselőtársam is mondta, hogy mindenki a másiknak segített. Tehát amikor jött a szavazás, az egyéni képviselőknél nálam ugyanúgy segítettek a listások, a Feri is, meg bárki, hogyha volt nagyobb horderejű szavazás, ami Maroshegyet érintette, és az nekem lényeges volt, hogy az megszavazza a testület, rám néztek, és pártól függetlenül, aki ellenzéki volt, mindenki megszavazott, tehát mindenki segítette a másikat. Nem volt ez a könyöklés, hanem tényleg húztunk együtt. Elviseltük a másságot. És ez ma nagyon nehéz az emberek részéről, mert nem látják mögötte a lényeget. Mert lehet nekem elvi gondolatom, de hogyha valami, ami minden embernek az érdekét szolgálja is, akkor nem én kekeckedek, hanem fogom és összefogok és megcsináljuk. És ez a városba azért is ment abban az időben jobban, mert egymást segítettük, tehát nem volt tusakodás, pedig biztos voltak szünetbe nézett eltérések vagy valami, de amikor leültünk a terembe és jött a munka, ott mindenki odafigyelve azon volt, hogy hogy legyen jobb, és meg is látszik a városon, hogy sikerült jól elindulni. Mert azért az sokat számított, hogy jól tudtunk rajtolni, és akkor már könnyebb vinni tovább a folyamatot. De én nagyon örülök, mert tényleg, amikor az oroszok elmentek, és ugye megmaradtak azok az épületek, és akkor
Hát volt olyan felvetés még, hogy a 90 év előtt, hogy mi legyen azokkal az épületekkel, és én soha nem felejtem el. Felálltam, és én azt mondtam, hogy én szeretném, ha lenne a városnak egy egyetemi város része, mert az ifjúság hozza a pezsgést egy város életébe, és mikor szünet van a városban, meg lehet látni, hogy milyen silány. De mikor iskola évben jönnek a fiatalok, a gyerekek, és van élet, és akkor ez a városnak is nagyon sokat hozott volna, és nekem mindegy, hogy ki volt, azt mondta, hogy miért maga tanulni akar. És mondtam neki, hogy mi tiltja, hogy nem tanulhatok. Hát ugye én, nekem nem volt pártagságom semmi, és hát szépen leültem, de ezt azért jó volt elmondani, mert hát tanultam, és tehát, hogy tényleg fejlődjön, és most olyan jó látni, hogy ott a gépipari körül, hogy az egyetem rész minden, hogy fejlődik, ez nagyon sokat számít a városnak. Nyilván. Tény, hogy a pártok, legalábbis a pártközpontok közvetlenül nem szóltak bele a munkánkba. Valójában a előkészítő munka, a bizottsági munka volt nagyon hatékony, és ez az előkészített napirendi pont, ami bekerült aztán a testületre, tulajdonképpen már általános elfogadottsággal bírt. De akkor mégis miért üléseztünk még éjfélkor is? Ugye itt van egy ellentmondás, de ez csak látszólagos, rengeteg ügyünk volt. Hát volt olyan, amikor 120-150 napirendi pontot kellett egy testületi ülésen megtárgyalni. Bárhogy voltak ezek előkészítve, azért miután nagyobb rész ugye a televízió is adta az üléseinket, mindenki hozzá szeretett volna tenni valamit, hozzá akart szólni. Ezt nem lehet elvitatni, vagy ezért nem lehet megorrolni egy képviselőre, hiszen ez egy politikai szerep, tehát nyilvánvaló, hogy meg akarja mutatni magát a választóknak. De ezek a hozzászólások, javaslatok, most is visszagondolva, nagyobb százalékban mégiscsak előrevívő építő jellegűek voltak. El kell, hogy mondani azt is, ahogy most hallgatom Marikát, hogy tény, hogy más volt egy listás képviselőnek a feladata, talán valahol még a felelőssége is, bár jogilag nyilván azonos felelőssége voltak a képviselők, mint egy egyéni képviselőnek, akinek közvetlenebb kapcsolata volt a választóknak. Mi, akik listára kerültünk be, a szakmai oldalát próbáltuk gyakorlatilag egy megfelelő szinten vinni, és alátámasztani azt a tevékenységet, amit aztán az egyéni képviselők a napi munkájuk során tulajdonképpen fel tudtak használni. Kivételes időszak volt, ami a legfontosabb talán, hogy sikerült úrrá lenni a legnagyobb nehézségen, hiszen a KGST-ek kimúlása után óriási munkanélküliség sújtott a Székesfehérvárt is. A Szovjetunió megszűnt, a vállalatok romban voltak, maradjunk ennyiben, és nagyon rövid idő alatt, és elsősorban az első ciklusnak köszönhetően ezen úrrá lettek egyik oldalról, és megindultak azok az ipari fejlesztések is, amelyek azért segítettek például Maroshegyen is, hiszen ne feledjük, hogy az előző időszakban, 90 előtt, ott azért készült napi 26-ot húztak, ugye 26 Icarus busz, 3000-nél több dolgozó, és ez egyik pillanatról a másikra megszűnt. De ugyanezt mondhatjuk a Videotorra is, szétforgácsolódott, gyakorlatilag jogtanácsosként ezt nagyon is jól tudja abban a körzetben, hogy milyen óriási problémát jelentett ez. És szép lassan azért talpa állt Székesfehérvár, és ez csak és kizárólag annak a képviselőtestületnek köszönhető, amelyet önök alkottak. Ezen felül pedig még ott volt a számtalan, hogy a poros, kicsi mezővárosból királyi várost építsenek. Tehát én azt mondom, hogy amikor erről beszélünk, ezek a legfontosabb adalékok az önök 4 éves munkájához. Ezt hogy élték meg, hiszen rendkívüli volt a felelősség? Először az első 2 évben tulajdonképpen picit belterjes volt a mi tevékenységünk, felálltak az új bizottságok, szervezet, felállt az új hivatali működés, ennek a működésnek a folyamán előjöttek napi problémák, újra kellett hozzányúlni bizonyos szabályozáshoz, de azért már a második évben egy nagyon fontos lépést megtettünk, és erre valóban büszkék lehetünk, ez pedig elkezdtünk gondolkodni,
bizonyos földterületnek a hasznosításába, ipartelepítésbe, na hát ez lett a Sóstó Ipari Park. És azért mondom, hogy erre büszkék lehetünk, amit szerkesztő úr kérdése már tulajdonképpen sugalt, hogy Székesfehérvár e tekintetben egy budapesti kerület, ha jól emlékszem, lehet, hogy Kispest, de mindegy is talán, Győr és Székesfehérvár, ez a három önkormányzat testület volt, aki először foglalkozott ilyen súlyú kérdéssel, és erre valóban nagy súlyt fektetett az adott gazdasági bizottság, körbejártuk a témát, és egy amerikai befektető révén sikerült a Sóstói Parkot megvalósítani. Valójában nem is az volt a lényeg, hogy abból bizonyos bevétele lett a városnak. Mai viszonyok között az a 81 néhány millió forint tényleg elenyésző volt, akkor egyébként ez egy jelentősebb összeg volt, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ide vonzák a külföldi tőkét. Multinacionális cégeket sikerült megnyerni, és a harmadik, negyedik évben ez már be is indult, kezdtek felszívni a munkanélkülieket, és ezáltal enyhítettük ezt a valóban nagyon súlyos neuralgikus problémát, ami az egész várost érintette. És ennek köszönhető, hogy most Maroshegy is szárnyal, ha úgy tetszik. Igen, újra szárnyal, és tulajdonképpen az lett a gond, hogy olyan gyorsan ment ez a növekedés, hogy nem tudtunk kellően utána menni. Tehát ezért mondják most nagyon a közlekedést, mert hát gyorsabb volt a fejlődés, mint az, hogy kiépítünk utakat, meg megszervezzük, átépítünk, ráhajtunk. Tehát szóval ezek olyan dolgok voltak, ami nehezítette, most ezek jöttek ki, de viszont az, hogy az embereknek van munkahelye, és van hova járni, van megélhetése, ez viszont mindennél többet ér. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt is fogják a városba ezt rendezni, úgyhogy nem kell, csak türelmetlenek vagyunk, mert én is türelmetlen voltam mindig nagyobb horderejűnél, hogy sikerül-e megoldani vagy sem, de én bízom benne, hogy mindig jobb lesz. Én azt gondolom, jó úton járunk, és hát ha összegeznénk, illetve ha osztályoznánk, én jelest adnék mindenképpen önöknek, viszont így összegezve, önök hogy értékelnék azt a négy esztendőt, azt az első négy esztendőt, amelyet városvezetőként, önkormányzati képviselőként eltöltöttek? Hát az igazi értékelést a maroshegyiek tudnák adni, hogy én milyen munkát végeztem, amit meg is kaptam 94-ben, hogy tulajdonképpen újra választottak, és akkor talán nem vagyok beképzelt, de akkor azt mondom, hogy érdemesen dolgoztam a négy évben, és igyekeztem mindenkor segíteni őket. Én ugye elérhető voltam mindig, és éjjel-nappal telefonáltak, megjelentek, mert ugye abban az időben még nem volt internet, nem volt telefon, tehát azok is mind hiánycikkek voltak, de hát nem volt más, mint gyalog, biciklivel, autóval jártunk mindenhova, ha gond volt, meg hozzám is a lakók, de szép volt. Szép volt, és tényleg látványos, és így visszatekintve 30 év után örülök, hogy a munkám nem veszett kárba. Köszönöm szépen. Ebben az első négy évben már beindult egy folyamat, hogy eltüntessük, vagy legalábbis megkíséreljük a belváros és a külterületek közötti meglévő hát különbségek, igen, megszüntetését. Igen. Nyilván ezt négy év alatt nem lehet teljesen megvalósítani, de az első lépések, alapvető lépések megtörténtek, ugye többször felmerült Marika révén Maroshegy, de a többi külterületi város részén is azért megindult a fejlődés, ami aztán a következő ciklusokba érti el azt a színvonalat, hogy ma már Fehérvárnak tulajdonképpen elmaradt, hátrányszenvedő területe nincs is. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom. Az, hogy milyen különbség van egy listás és egy egyéni képviselő között, magam is aztán megtudtam, mert a következő két ciklusban, amikor még képviselő voltam vagy lettem, már én is egyéni képviselő voltam, és közvetlenül bejövő lakossági igények révén tudott az ember jó tevékenykedni.
Valóban úgy volt, hogy nem lehetett mindig mindenkinek a szája ízet szerint tevékenykedni, de az ember törekedett arra, hogy megfelelően dolgozzon a lakossági igények figyelembevételével. Az emberek nagyobb részt azt azért észlelték és honorálták. Kialakult egy jó hangulat ebbe a városba, tehát ma már, ahogy aztán többször mondtuk is, a fehérváriság és fehérvárinak lenni az egy jó dolog. Így van. Köszönöm, hogy megtiszteltek. Én azt gondolom, szépen. Hogy nagyon fontos volt, amit elmondtak, és sok olyan adalékot ismerhettünk meg, ami kiegészítette az eddigi tudásunkat, hiszen Fehérvárinak lenni jó. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen. Kedves nézőink, folytatódott az a műsorunk, amelyben a 30 évvel ezelőtti önkormányzati választásokról számoltunk be. Mai vendégeim Horváth István és dr. Cserpakovics Ferenc voltak. A műsorsorolat tehát folytatódik, tartsanak velünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!